Szeretettel köszöntelek benneteket délutáni alkalommal is. Adventista családban nőttem föl, és mindig azt gondoltam, ez teljesen természetes volt, hogy a Biblia arról szól, hogy meg kell felelnem Isten elvárásainak. Minden Biblia tanulmány, minden igehirdetés valahogy ezt erősítette bennem, ezzel a füllel hallgattam, követelmények vannak, és hamarosan lesz számonkérés is. Nem tudom, hogy ismerős-e ez bárkinek, számomra ez egyáltalán nem volt vonzó. Ezért az, hogy itt vagyok, az egy kegyelem. Aki kintről jött, az is egy kegyelem, de aki itt született és itt van, az is egy kegyelem. Mert ennek ellenére valahogy mégis meg tudod ragadni engem, Isten. Már lelkipásztor voltam, ami ugye elég hamar kezdődött, mondtam, hogy 39 éve vagy jövőre lesz 40 éve, hogy keresztelkedtem. Az ugye 18 éves voltam, akkor valaki számolni akar fejbe. De még nem voltam 20 éves, 19 voltam, amikor elkezdtem prédikálni, és 36. éve lelkipásztor is vagyok, úgyhogy nagyon-nagyon fiatalon kezdtem, nem tudom, hogy mennyire voltam erre érett a mostani fejemmel nézve, bár akkor a testvérek ezt úgy gondolták. Akkor valahogy úgy volt, nem tudom, hogy akkor minden gyüleket fiatal lelkészt akart, most időnként azt mondják, hogy nekünk idősebb lelkész kéne. Nem tudom, miért változott meg a világ, de akkor valahogy így volt ez. És mondom, már lelkipásztor voltam, amikor arra gondoltam, hogy miért ne olvashatnám végig a Bibliát, mint egy történetet. Gyerekkoromban a bibliai történeteket nyilvánvalóan ismertem, és sokat olvastam, de hogy az egészet, mint egy történetet. Mert ha Isten szeretet, és a Bibliát tőle kaptuk, nyilvánvalóan ez mindannyiunk számára alapértelmezett, akkor úgy is tekinthetünk erre, mint egy nagyszerű szerelmi történetre. Egy próbálkozásra Isten részéről, hogy hogy szeretné elérni azt az embert, aki elszakadt tőle. Visszavezetni valahogy magához, de úgy, hogy közben önként akarja, hogy visszamenjünk hozzá. Mi menekültünk el, hogy a bűn következtében lázadtunk fel, és Isten nem kényszeríteni akar bennünket vissza, hanem önként szeretné, hogyha visszatérnénk hozzá. Egy rossz bolygóra születtünk, így is lehet mondani, de van remény, és ez hivatott elmondani, ami számunkra a Biblia. És megérthetjük, hogy erre szükségünk van abból is, hogy a mi életünk töredezett, újra és újra elbukunk, és nem az történik a mi életünkben, amit mi szeretnénk, vagy aminek történnie kellene, sőt, így is mondhatjuk, hogy a saját elvárásainknak sem tudunk megfelelni. Tudjuk, hogy mi a jó, magunk elé vetítjük azt, hogy mi az, amit el szeretnénk érni, de nem tudunk neki megfelelni, és nem tudjuk elérni magunktól, úgyhogy valahol máshol kell, hogy legyen a hiba, meg a megoldás is. A mindennapi életben gyakran jó lenne az, hogyha kapnánk egy második esélyt. Én gyakran gondoltam arra, hogy ha újra kezdhetnék valamilyen pillanatot az életemben, akkor nem rontanám el. Aztán utána rájöttem, hogy máshol rontanám el. És ezzel mindannyian így vagyunk. És éppen ezért igazán a mindennapi életben gyakran nincs meg ez a második esély. Vannak dolgok, amiben megvan, de elrontottunk valamit, akkor nem hozható helyre. Vagy nekünk nincs esélyünk arra, hogy helyrehozzunk, de valaki más helyrehozhatja. Az egész életünket helyrehozhatja. És ma délután, amikor szeretnénk egy kicsit tovább menni abban, hogy milyen szemmel nézzük, magyarázzuk a Bibliát, mint egészet, én szeretnék 2-3 olyan képet vagy szemléletmódot felvetíteni, a utolsó lesz egy kicsit hosszabb,
ami segít nekünk megérteni egy picit azt, hogy Isten hogyan próbálja előmozdítani azt, hogy igenis rádöbbenjünk arra, hogy van egy ilyen újrakezdésnek a lehetősége. Megvan, tehát mi nem tudjuk helyrehozni, de Isten helyrehoz, hogy hogy tanítja nekünk azt a Biblia, és hogy lehet ez egy kicsit frissebb a mi számunkra, mint eddig volt. Mert mindannyian tudjuk azt, hogy persze Isten Jézusban megváltott bennünket, és egy új lehetőséget adott, de hogy ez hogyan lehet egy kicsit frissebbé tenni a Biblia alapján. Ha lapozgatjuk a Bibliát, akkor azzal találkozhatunk, hogy bizonyos minták ismétlődnek a Bibliában. Vannak olyan történetek, amelyek Isten nagy tetteiről beszélnek. Itt hármat vetítettem ki, a teremtés, az özönvíz és a kivonulás, az Exodusnak a tapasztalata, de mehetnénk tovább, akár babiloni fogságra is, vagy visszatérésnek a történetére, vagy akár Jézus életére, és tovább, amikor Istennek ilyen nagy beavatkozásai voltak a történelemben, akkor mindig látunk egy bizonyos mintát, amit követ. Nem tudom, mennyire olvasható a messziről ez a táblázat, de ha nézzük a teremtést, akkor ugye Isten az elválasztás, megkülönböztetés elv alapján dolgozott. Ugye volt egy káosz, miután már ugye magát a világegyetemet megteremtette, de még a földünk nem volt megalkotva vagy benépesítve, aztán elválasztotta a vizeket, jött a szél, és aztán szárazföldet alkotott, benépesítette a szárazföldöt, és aztán teremtett embert, aztán azt olvassuk, hogy elaltatta az embert, és aztán teremtette belőle az asszonyt, Évát, és a maga képmására teremtette, uralmat adott neki, hogy együtt éljenek Édenben, aztán olvashatunk az életfájáról, aztán arról, hogy egy próba is volt, volt egy kígyó is, szövetséget kötött Isten az emberrel. És hogyha végignézzük ezt a mintát, itt minden rovat ki van töltve, akkor jön az özönvíz, és akkor végignézhetjük az özönvízet egy azzal szemmel, hogy gyakorlatilag Isten többé-kevésbé ismétli ezt a módszerét, mondhatnánk így. A teremtésnek a nyelvezetét használja, de itt ugye a folyamat megfordul, mert amit alkotott, annak az elrontásáról van igazán legalábbis először szó. Úgy olvassuk, hogy Noé életének 620. évében, a második hónap 17-én fölfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása, és megnyíltak az ég csatornái. Korábban szétválasztotta a vizeket, itt azzal találkozunk, hogy újra összeengedi a vizeket, és a teremtés előtti állapot felé kezd el sodródni a föld. És aztán olvassuk, hogy 40 napon keresztül esett az eső, és már minden úszott, leírja pontosan, hogy mennyi volt ez a víz. Tehát látjuk, hogy a teremtésnél szétválasztotta, itt újra elborították, visszájára fordította azokat a lépéseket, és mehetünk tovább ezzel. Aztán látjuk azt, hogy újra ugye egy bárkát készített, most már nem úgy választott el a vizeket, aztán szövetséget kötött újra az emberrel, rábízta az emberre az uralmat. Tehát megint látjuk, nem azt látjuk, hogy minden pontosan szó szerint ismétlődik, mert Isten nem kényszeres, de következetes. Akart egy világot teremteni magának, embert akart teremteni magát, aki dicsőítőt, elromlott, újra kezdte. Újra próbálkozott.
Aztán később, amikor találkozunk a kivonulás történetével, akkor ez már sokkal inkább egy lelki történet, de itt azzal találkozunk megint, hogy Isten elkezd teremteni. Itt már nem egy fizikai káosz van, hanem egy lelki káosz van, Isten népe szolgaságban van, nem követi az ő törvényét, szétszóratásban, rabszolgaságban van, és Isten kihívja őket. Tulajdonának tekinti őket, és van ebben a történetben olyan szétválasztotta vizeket? A kivonulásnak a történetében? Ugye? Van egy pillanat, amikor ezt a motivumot is megtaláljuk. Olvassuk a Mózes második könyve 14. fejezetében, ugye tudjuk is, hogy Mózes kinyújtotta a pálcáját, és ketté váltak a vizek. Itt nem Ádámnak az uralmát alapozta meg, hanem Izrael népének az uralmát, az ígéretnek a földjén, a Kánának a földjén, mint Isten első szülöttje, mint kiválasztottja jelenik meg, ami megint párhuzamos Ádámmal. Megteremtette az asszonyt a teremtés történetében, itt megteremtette az ő népét. Az életfája ott volt a teremtés történetében, a kivonulásnál ott volt a manna, ugye? Volt kígyó? Az édenkertben volt, de volt a pusztában is kígyó. Ugye volt kígyó is a pusztában. Szövetséget kötött Isten, annak idején ugye a teremtés után az emberrel, de szövetséget kötött. Itt megint. Tehát újra, csak újra azt látjuk, hogy Isten nem pontosan, szó szerint mindenben, mechanikusan ismétli magát, de van egyfajta következetesség, ahogy Isten újra meg újra próbálkozik azzal, hogy ami először nem sikerül, azt még egyszer elkezdi. Aztán még egyszer elkezdi, mert nem akar lemondani az emberről. Nagyon világosan tanít erről a Szentírás, ha így egészként nézzük, hogy nem akar lemondani az emberről. Hogyha külön megnézzük egy kicsit a kivonulásnak a történetét, akkor azt látjuk, hogy van egy olyan minta a kivonulás eseményeiben, vagy fő vonalaiban, amely utána az egész Biblián végigvonul. Egyébként is érdekes, hogy amikor az üdvösségről van szó, akkor gyakorlatilag a kulcsszavakat, amiket használ a Szentírás, azt a egyiptomi kivonulásnak a kulcsszavai, fogság, szabadulás, szabadítás, ezek a kifejezések, ezek gyakorlatilag onnan erednek. Délelőtt említettem azt, hogy gyakran úgy gondolunk, vagy legalábbis Izrael népe úgy gondolt, hogy Ószövetségben követelmények voltak, az Újszövetségben mi másként gondolunk erre. De mondtam, hogy lényegében ugyanaz volt az Ószövetségben is az útja annak, ahogy Isten az üdvösségre vezette az embert. Ha nézzük ezt a történetet ebbe az öt pontba foglalva, akkor hogyan is néz ki? Isten látja az elnyomást. Ugye szolgaságban vannak a héberek most már 400 éven keresztül, és a történetben is az van, hogy letekintettem és láttam, hogy a népem hogyan nyomorog, és ezért szeretném, amikor hívja el Mózest. Aztán végrehajtja a szabadító tettet, és utána szövetséget köt az ő népével, a szövetségbe beletartozik, hogy bizonyos törvényeket ad, aztán még ennél is többet akar, azt mondja, hogy ahhoz, hogy ti követhessétek, képesek legyetek követni, ezért ide költözök közétek. Ha végignézzük ezt a folyamatot, akkor azzal találkozunk, hogy a Bibliában ez a minta ismétlődik akkor, amikor például személyes üdvösségünkről van szó, vagy újszövetségi egyházról van szó, de személyes üdvösségünkről van szó, ugyanígy van. Isten látja azt, hogy az ember nyomorult állapotban van,
megszabadítja az embert, felajánlja a szövetséget, aztán ugye megadja az ő törvényeit, rendelkezéseit, hogy hogyan és mint éljen az ember, és aztán azt mondja, hogy hát nem is azt mondja, hogy közöttetek akarok lakni, hanem benetek akarok lakni. Igazán sokkal inkább ezt mondja. Tehát a sorrend rendkívül fontos. Izrael népe kiszabadult, átment a Vörös-tengeren, elpusztult az ellenség, visszazáródott a tenger, és ott voltak végre szabadon, és akkor kaptak törvényt. Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy ha én megfelelek Isten elvárásainak, akkor ő ad nekem üdvösséget. De ez nem így van. Hanem Isten ad nekem üdvösséget, mint egy ingyen ajándékot, kegyelemből, hitáltal, és én ezért cserébe, önként megszületik a szívemben a vágy arra, hogy én válaszoljak erre Isten törvényeivel. Tehát ha röviden végigmegyünk néhány újszövetségi bibliai igével, akkor azt mondhatjuk, hogy az ember felismeri az elveszett állapotát, szabadításért kiállt, gondoljunk ilyen versekre, amikor Jézus beszél az egyik példájában, a farizeus vámszedő példájában, amikor a vámszedő imádkozik, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek, vagy Pál apostol azt mondja, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg engem, mert én magam képtelen vagyok, miután végigvezeti ott Római Levél 7. részében a dolgokat, hogy egyáltalán mire képes ő, és hogy rájön, hogy nem tudja ezt megtenni, kegyelméből megszabadítja, új életet, reménységet ad, azt mondja, úgy folytatja a 8. részben Római Levélben is Pál, hogy nincs már semmiféle károsztatás azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, mivel a élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és halál törvényétől. És miután már nem vagyunk a bűn és halál törvénye alatt, szövetséget ajánl nekünk. Szövetséget kínál nekünk. Az új szövetségben mi ez a szövetség? Szoktuk is mondani, hogy szövetségkötés a keresztségre, mert ugye azonosulunk Krisztus halálával, azt jelképezze az alámerítés. Azt mondja Pál, hogy akik Krisztusba keresztelkedtünk, azok az ő halálába keresztelkedtünk, mert eltemettettünk vele a halálba, hogy miképpen Krisztus feltámadt az Atya dicsőségére, mi is új életben járjunk. És mi történik azután, miután ez a szövetségkötés megtörténik? Isten elmondja azt, hogy hogyan lehetünk méltók ehhez a szövetséghez. Megtanítja, hogy önként szeretetből hogyan kell, vagy hogyan lehet őt szolgálni. Ezért adta a törvényeket. Ezért beszél Pál, amikor azt mondja, hogy mit mondunk, tehát maradjunk a bűnben, hogy növekedjék a kegyelem, szó sincs róla. Amíg meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Ha azt keressük, hogy hogyan lehet bűn nélkül élni, Isten elmondja, hogy hogyan lehet bűn nélkül élni. Nyilvánvalóan nem jelenti ezt, hogy attól kezdve nekünk mindig 100%-osan tökéletesen történik ez, de a mi beállítottságunk megváltozik, és azt mondjuk, hogy mi szeretnénk most már nem lázadni Isten ellen, hanem úgy élni, hogy összhangban legyen a mi életünk, ahogy Pál mondja, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, és nem én élek, hanem ő él bennem. És nyilván ez mindig annak a kérdés, hogy mennyire sikerül nekünk ezt a kapcsolatot, hogy Krisztus bennem él, ezt folyamatossá tenni. Mert ahogy az Ószövetségben is azzal akarta garantálni, hogy a nép hűséges lesz a szövetséghez, hogy azt mondta, hogy köztük lakok, vagy közöttetek lakok, ugye ez ott a Szent Sátort jelentette, de ahogy a Jeremiás ige alapján, az új szövetség ígéret alapján beszéltünk délőtt, ez számunkra azt jelenti, hogy mi személyesen egy élő kapcsolatban vagyunk Jézus Krisztussal, vagy Istennel. Ami szívünkbe akar lakni, vagy a szívünkbe akarja írni az ő jellemét, az ő törvényét. És ad olyan eszközöket, mint a igeolvasás, a
az imádság, a szolgálat, amin keresztül mi ezt a kapcsolatot ápolni tudjuk és fent tudjuk tartani. Tehát azt látjuk, hogy Isten következetes, megint mondhatom, de nem unalmas. Tehát vannak ilyen minták a Bibliában, amelyek megértetik velünk azt, hogy Isten nem kiszámíthatatlan. Ő újra próbálkozik, valahányszor elbukunk, mindig próbálkozik, de többé-kevésbé nyilván ugyanaz az útja és módja. Hogy rádöbbent arra, hogy elveszettek vagyunk, megszabadít bennünket, felajánlja a szövetségét, tanít, hogy hogyan járjunk ebben a szövetségben, de egy személyes kapcsolatot akar velünk helyreállítani, és a győzelemnek a ígéretét úgy adja, hogy ha ő bennünk lakik, akkor és addig vagyunk győztesek. Ezért mondhatjuk, hogy ez egy nagyszerű történet. Az elején mondtam, hogy gyakran szeretnénk egy új esélyt, egy új lehetőséget, és hogy általában ez nem nagyon adatik meg, mert én sem lehetek már újra 18 éves, és nem kezdhetem újra az életemet valami más forgatókönyv szerint, mert most sokkal okosabb lennék, hogy hogy kezdjem, vagy mit csináljam. Tehát erre már így nincs lehetőség, de mégis van lehetőség arra, hogy a mi életünk előről kezdődjön. Nem csak a számítógépes játékban, mert ugye ott minden megvan. Ott akárhány életed lehet, és aztán újra kezdheted, de ez a valóságban is megtörténhet. Ennek pedig az a lényege, hogy Isten nem csak a jövőnket kezeli, hanem Isten a múltunkat is kezeli. Ha ezt megértjük a maga mélységébe, hogy Isten a múltunkkal történik, vagy foglalkozik, vagy foglalkozott nagyon sokat, akkor ez ennél nincs felszabadítóbb gondolat. Tudnélik, a jövőnkkel mindenki foglalkozik. Mindenki ígéri, hogy szép jövőnk lesz. Mi is ábrándozunk róla, de ha ebben a pillanatban megváltozna úgy az életünk, hogy minden rossz örökre elmúlna az életünkben, és mostantól kezdve minden jó lenne, ami jellemünk, ami kísértéseink soha nem jönnének elő, ami fájdalmaink, semmi, minden rendben lenne a mi életünk. Mert ott van a múltunk. Ott van a múltunk. Sőt, hát azért vagyunk esélytelenek arra, hogy minden megoldódjon, mert sokszor a múltunk miatt nem tudunk hinni abba, hogy valamikor másként lesz. Mert sokszor beburkoljuk ezt úgy, hogy tapasztaltak vagyunk. Tudjuk, hogy mi lehetséges. Ugye szokták mondani egy fiatalra, hogy nem tudta, hogy lehetetlen, ezért megcsinálta. Mert mi már tudjuk, hogy lehetetlen, és hozzá se fogunk. És ez sokszor a mi személyes életünkkel kapcsolatban is így van. Tehát a lényeg az, hogy a mi múltunk legyen megoldva. Az Ószövetség egy nagyon, illetve az egész Biblia és Jézus élete benne egy nagyon-nagyon csodás megközelítésen keresztül próbálja nagyon-nagyon elmélyíteni bennünk azt, hogy Isten kezeli a mi múltunkat, és megoldja a mi múltunkat, vagy megoldotta a mi múltunkat. A Biblia tele van előképekkel, ugye ez valószínűleg nem ismeretlen előttünk, hogy gyakran rácsodálkozunk arra, hogy bizonyos személyek Jézusnak az előképei voltak. De meg a másik gondolat pedig az, amit talán említettem délelőtt is, hogy Jézusnak az élete az ószövetségi proféciákban előre meg volt jövendőlve. Jó néhány mozzanat benne, amire ugye az ószövetség vagy az evangéliumok utalnak is, hogy ne ez az, amiért ott meg volt. De ez az egész így még mindig csak ilyen kis mozaikok, ami számunkra egy picit jobban összerakjuk, akkor rájövünk arra, hogy az egész arról szól, hogy Isten a mi múltunkat kezeli és megoldotta a mi múltunkat.
Elég egyszerűen szeretném megközelíteni ezt a kérdést, hogy jól érthető legyen, és még egyszer említeném azt, hogy nekem nagyon-nagyon sokat jelentett az a könyv, amit most megint ott hagytam a táskámba, de csak fedelét látnátok, mert közel nem engedném oda most azt a könyvet. Pauline testvérnek a Találkozni Istennel újra, mégis első alkalommal című könyve, amit délelőtt említettem, hogy egy ilyen javatlanos beszélgetés után jött rá arra, hogy neki egybe kéne elolvasni jobban a Bibliát, és ez formálta az ő szemléletét. Akkor elolvastam ezt a könyvet, annyira megragadott, aztán még egyszer elolvastam, és aztán azt mondtam, hogy ezt magyarul is kell, hogy más is olvassa, és remélem, hogy sokan elolvasták. Én gyülekezetemben jó pár évvel ezelőtt szombat délutánonként, fejezetenként végigvettük ezt a könyvet. Ebben vannak olyan fejezetek, amelyek egy kicsit ezzel a koncepcióval, amit most próbálok kifejteni, foglalkoznak. Én most úgy szeretném megközelíteni, hogy kiemeltem összesen 4 embert, ugye Ádám lesz az első, aztán Mózes, Dávid és végül Elizeus. 4 embert, akinek az életén keresztül próbáljuk megnézni azt, hogy Jézus a második Ádám volt, vagy Jézus volt a proféta, vagy a Mózes volt, és így tovább, vagy ő volt a királyoknak a királya, ahogy ez ugye a királyról, Dávidról, illetve Salamonról igaz volt, és a proféta, ahogy Elizeussal kapcsolatosan mondhatjuk ezt. Kezdjük akkor Ádámmal. Pál apostol nagyon határozottan felállítja egyébként ezt az analógiát, hogy Jézus Krisztus a második Ádám. De mit jelent ez a gyakorlatban, Jézus Krisztus a második Ádám? Azt mondja a Római Levél 5. rész 12. versétől 19-ig, itt ilyen szemelvényesen olvasom csak, délután is az újfordításból, hogy reggel említettem. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Aztán később, ő pedig előképe az eljövendőnek, mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká. Úgy mutatja be tehát Pál Jézust, mint a második Ádámot, és azt mondja, hogy Jézus Krisztus által semmissé lesznek azok a következmények, amelyek Ádám miatt sújtották az emberiséget. Ez a gondolat remélhetőleg nem új nekünk, mert egy ismert bibliai szövegből olvastam, és értjük ezt. De milyen értelemben új Ádám Jézus Krisztus? Amikor Ádám elkövette a bűnt, akkor 4 kapcsolat megromlott. 4 kapcsolata megromlott. Istennel való kapcsolata, az embertársával még nem voltak sokan, de egy legalább volt, akivel haragba lehetett, vagy akit okolhatott, vagy egymást okolhatták. Embertársával való kapcsolata megromlott, a természettel való kapcsolata felbomlott, és az önmagával való harmóniája is felbomlott. A félelem, elrejtőzés ezért következett be. Jézus azért jött erre a földre, hogy ezt a 4 kapcsolatot helyreállítsa. És biztosak lehetünk abban, hogy ha Jézus a második Ádám, akkor ő tökéletesen megélte mindegyiket. Például a környezettel való kapcsolata nagyon érdekes. Isten mire teremtette eredetileg, tehát az első Ádámot mire teremtette Isten? Mit mondott neki? Uralkodjál a föld felett. Uralkodott-e Ádám a föld felett? Hát eleinte nyilvánvalóan uralkodott, de aztán ugye ezt megosztotta Sátánnal, azóta többé-kevésbé Sátán uralkodik, illetve amikor az ember uralkodik, az is olyan, mintha Sátán uralkodna legtöbbször sajnos.
ha nézzük a természetet meg a világot, de egyébként nincs az ember uralma alatt jelen pillanatban a föld és a természet. A második Ádám örökölte ezt a szerepet az elsőtől, és próbálta betölteni Jézus a földön az eredeti szándékot, amelyet Isten Ádámnak szánt. És a újszövetségi történeteket egy picit ezzel a szemmel is lehetne nézni. Például tanítványok egyik éjszaka, illetve kettő is volt talán ilyen, de amire gondolok, az a János evangélium 21. fejezetében, egyik éjszaka elmentek halászni. Fogtak valamit? Nem fogtak semmit, de ott állt a parton egy ember, még ők akkor nem tudták, hogy Jézus, feltámadt Jézus volt ez, aki sokat tudott a prédikálásról, gondolhatták, de a halászat az az ő szakmájuk volt, ezért mentek vissza, ha már a prédikálás nem lesz olyan jó, mint amilyennek gondolták, mielőtt Jézust elveszítették szem elől, akkor gondolták, visszamennek halászni, és aztán azt mondja nekik, hogy vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, a csónak napos oldala lehet, ahogy ott jártam és próbáltam végig gondolni, hogy hol is mondhatta Jézus, és hol is álltak, amikor ott voltam a Genezáret tónál, vagy a Galileai tengernél, akárhogy nevezhetjük ezt a helyet, és mi történt? Halak besétáltak a hálóba. Nem? Engedelmeskedtek. A természet engedelmeskedett Jézus szavának. Uralma alatt volt. Jézus uralma alatt volt. Ez lehet, hogy túl új gondolat most nektek, és még eretnekségnek is tűnik egy kicsit, de próbáljuk végig gondolni, hogy Jézus, második Ádám, aki ura a természetnek, úgy, ahogy már Ádám nem lehetett, mert eljátszotta ezt, és engedelmeskedik neki a természet. Ha erre gondolok, akkor az Újföldön jó dolgunk lesz. Tehát egy kicsit több hatásunk lesz a környezetünkre, mint amennyi most van, mert a verítékünkön keresztül most is van hatásunk a természetre, mert az egyszeri lelkész elment a farmerhez, és körbenézett, minden csodálatos volt, egy szál gaz nem volt, minden növény gyönyörűen nézett ki, zöldeltek, és nagyon lelkinek akart tűnézni, azt mondta, hogy hát, Isten milyen csodálatosan dolgozik itt. És ez a szókimondó farmer azt mondta, hogy lelkész úr, nézte volna meg ezt a földet akkor, amikor Isten maga dolgozott itt nélkülem. Ugye? Mert egy olyan világban élünk, ahol csak a mi verítékünkön keresztül tudjuk befolyásolni a természetet, de valószínűleg lesz ennél jobb világ is, amikor újra harmóniában leszünk a természettel. De tovább lehet menni ennek a Krisztus Ádám tipológiának a dimenzióin. Ádámnak volt egy eltévedett mennyasszonya, ugye? És a bajnak az okát ez jelentette. Pál mit mond a Krisztus mennyasszonyával kapcsolatosan? Azt olvasjuk Korintusi 2. levél 11. részében, mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát, ravasságával úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Hát nem erről szól a történet, hogy állandóan ott van az a kísértés bennünk, mint Isten egyházának, Krisztus mennyasszonyának a tagjaiban, hogy valahogy elcsavarogjunk Ádám, a második Ádám mellől, és ennek csak tragikus következményei lehetnek. Hogy született az első Éva? Elaltatta Isten Ádámot, kivágta az oldalát, és akkor onnan megalkotta.
Aztán hogy született a második Ádám mennyasszonya? Jézus, a második Ádám, ott elaltatta, kivágta az oldalát. János első levele 5. részében olvassuk, hogy hogy jött létre az egyház. A víz és a vér, ugye beszél arról János az 5. fejezetben, és ugye még a lélekről is beszél ott, de a víz és a vér az alkotta, használja ezt a képet, hogy gyakorlatilag ugyanaz az első Ádám, megszületett Éva az oldalából, második Ádám megszületett a keresztény gyülekezet az ő oldalából. Ugye? Csak egy kicsit úgy kell olvasni a Bibliát, mintha még sose olvastuk volna. Nem csak azt ismételgetni, amit már tudunk, hanem egy kicsit megnézni. Krisztus minden volt, aminek Isten az első Ádámot eredetileg elgondolta. Ádámot megkísértette az étvágy, nem? Hát ugye ezzel indult el minden baj, hogy Éva kínálta neki azt a gyümölcsöt, amiből már ő evett. Jézus megkísértette az étvágy. 40 nap a pusztában megkísértette, csak nem bukott el. Ő ellenállt neki. Az első Ádám elbukott, a második Ádám ugyanott nem bukott el. Ezért egy új múltja van az első Ádámnak, mert Jézus a helyébe lépett az első Ádámnak, és végigcsinálta Ádámnak az életét úgy, ahogy először kellett volna Ádámnak végigvinni az ő életét. És ennek következtében az első Ádám végül győztes lesz. Azért lehet ott Isten országába, mert a második Ádám helyette egy tökéletes életet leélt. Jézus elfogadta Ádám bukásának a következménye. Mi volt Ádám bukásának a következménye? Átok, tövis, mezítelenség, veríték, halál. Melyiket nem szenvedte Jézus ezek közül? Mindegyiket. Mindegyiket. Végigment mindegyiken, és elszenvedte ugyanazt a büntetést, amit Ádámnak el kellett szenvednie, a lázadása miatt. Tehát egy hatalmas ismétlődést látunk Ádámnak és Krisztusnak a tapasztalatában. Tökéletes életet élt emberi testben annak ellenére, hogy meg kellett küzdenie az emberi kísértés minden erejével, mert Jézus Ádám volt úgy, ahogy Isten eredetileg megtervezte, és megmutatta Jézus Krisztus, hogy Ádámnak hogyan kellett volna élni, és végigélte Ádám az életét. Ádámnak egy darabig sikerült, nem tudjuk hány évtized volt, vagy mennyi volt, és aztán elromlott, és aztán a több száz év az már rosszul történt, de Krisztus végélte Ádámnak az életét úgy, hogy nem bukott meg. És ennek következtében a helyére léphetett. Kicserélhette a múltját, majd visszatérünk erre a gondolatra. De menjünk tovább, mert nem kell meglepődnünk azon, hogy Mózessel kapcsolatban is azt találjuk, hogy az Új Szövetség Mózest és Jézust nagyon szoros kapcsolatban hozza egymással, mintha azt mondja, hogy Jézus az új Mózes. Mondhatjuk ezt. Ha nézünk néhány kifejezetten erről szóló bibliai szöveget, akkor rá fogunk jönni erre, hiszen a Mózes 5. könyve 18. rész 15. verse azt mondja, profétát támaszt atyád fiai közül Isten az Úr olyat, mint én, őrá hallgassatok. Várták ezt a profétát. Ki volt ez a proféta, vagy ki lett ez a proféta? Jézus, honnan gondoljuk ezt? Nem csak azért, mert szimpatikus nekünk, vagy a tanárbácsi biztos ezt a választ várja, hanem ha az apostolok cselekedete a 3. részéhez fordítunk, akkor 22-től a 24. versig olvasunk itt, azt mondja, maga Mózes mondta, profétát támaszt nektek testvéretek közül az Úr, a ti Istenetek olyat, mint én. Őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek.
És aki nem hallgat erre a prófétára, azt ki kell írtani a nép közül. Proféták is Sámueltől és utána következőktől fogva, akik csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendőltek. Milyen napokról beszél? Arról a pünkösd utáni napról, amikor megértették azt, hogy Jézus Krisztus volt az a proféta. Ő a második Mózes. De ha próbáljuk megalapozni ezt a Mózes-Jézus kapcsolatot, akkor találunk pár nagyon érdekes párhuzamot. Csecsemőként megkísérelték elvenni Mózesnek az életét, ugye? Így indult az élete, ugye ezért beszélünk ma Mózes kosárról, mert tudjuk azt, hogy ugye a kis kosárba lett a Nílus vizébe a sás közé rakva, és ott találta meg a fárónak a lánya. De mi a helyzet Jézussal? Próbálták csecsemőkorban elvenni az életét? Igen. Mind a két esetben egy gonosz király próbálta ezt megtenni, mert a király fenyegetőnek látta a gyermeket a trónjára, vagy az életére nézve, és mind a két király számos gyermeket elpusztított, de Mózes is megmaradt, meg Jézus is megmaradt. Ugye milyen nagyszerű párhuzam van itt? Mózes az egyedüli az egész Ószövetségben, aki személyesen látta Istent. Bár ugye hátulról meg távolodott, ugye, ha olvassuk ezt a történetet, de János evangélium azt mondja, hogy senki nem látta Istent, csak a fiú, azt mondja, aki az atya kebelén van. Tehát van egy ilyen párhuzam is, hogy Mózesnek volt valamiféle lehetőség, hogy meglássa Isten, de Jézus Krisztus az, aki igazán látta. Mózes 40 napig bőtölt, és aztán ugye megkapta a kijelentést, Jézus ugyanúgy 40 napig bőtölt, aztán felment a hegyre, és elmondta a törvényt. Mert gyakorlatilag egy hegyi beszéd, az párhuzamos a 10 parancsolattal, vagy Mózes második könyvének a szövetségi tapasztalatával. Mózes kiválasztott 70 tanítványt, Jézus választott ki 70 tanítványt. Jézus is kiválasztott 70 tanítványt. Mózes vizet fakasztott a sziklából, Jézus beszélt az élő vízről, amit azt mondott, hogy ha valaki azt issza, akkor soha nem fog megszomjazni. Aztán az ő felemeltetését, ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy a saját keresztre feszítését és felemeltetését hozta párhuzamban. Nagyon érdekes az, hogy ugye Mózesnek 5 könyve van, és ha megnézzük Máté evangéliumát, amiről tudjuk azt, hogy Máté evangéliuma elsősorban a zsidóknak íródott. Több olyan momentum van benne, ami alátámasztja ezt, hogy újra és újra zsidók szavaival mondja meg, nekik akarja bizonyítani, hogy ő az Ószövetségben megígért szabadító vagy messiás. És ha megnézzük Máté evangéliumának a szerkezetét, akkor gyakorlatilag úgy van felépítve Jézusnak a tanítása ott, hogy 5 nagy beszéddel, ugye hegyi beszéddel kezdődik, és aztán ugye befejeződik a végén a második adventtel kapcsolatos, ugye a 24-25. Fejezetes témával, de 5 nagy beszédben sorolja össze Máté evangélista Jézusnak a tanításait. És még jó néhány dolgot tovább folytathatnánk, például János evangéliumában Jézus 7 csodát művel, majd erre Elizeus kapcsán is visszatérek, ugye 7 jel van János evangéliumában, úgy van felépítve, hogy bizonyítsa, hogy Jézus a messiás. És ha megnézzük ezeket a csodákat, akkor több párhuzamot találunk az egyiptomi csapásokkal. Mózes véré változtatta a vizet, Jézus borrá változtatta a vizet. Vagy elpusztította az elsőszületteket, ugye a csapás, Jézus feltámasztott a halottaiból valaki. Sötétséget hozott a földre, hogy az egyik csapás, Jézus megnyitotta a vakoknak a szemeit. Próbálta jelezni azt, hogy azokat az átkokat elvonja
ami ugye a hitetlenség és a bűn következtében ugye ott volt. Ha végighaladunk János evangéliumi csodáin, akkor látjuk ezeket a párhuzamokat. Én most nem akarnám mindegyiket elmondani, hogy ébren maradjatok még mindannyian, addig még be nem fejezem, és aztán még azután is. De menjünk a harmadik személyhez, akit, illetve itt két személyről is lesz szó. Jézusnak az egyik megjelölés, amit gyakran használnak, Dávid fia. Hát ki volt Dávid? Ugye mindannyian tudjuk, hogy a királyról van szó. Az ószövetségi királyság korának a megtestesítője, mondhatnánk így, Salamonnal együtt, az ő fiával együtt. Ugye maga ez a kifejezés, hogy Dávid fia, ez nem csak a rokonságra használt egyébként a héber nyelvben, hanem a hasonlóságra is használt kifejezés. Számos párhuzammal találkozunk itt is. Mind a kettő a szeretett fiú volt, és hol született? Dávid, és hol született Jézus? Betlehemben született mind a kettő. Véletlenül történt ez? Nyilvánvalóan Istennek terve volt ezzel, hogy ez így történt. Aztán hogy kezdte Dávid a pályafutását? Hogy ismerjük meg Dávidot a történetből? Legyőzte Góliátot, egy óriás, nagy ellenséget legyőzött. Hogyan kezdte meg Jézus a nyilvános szolgálatát? Hogy ott volt 40 napig a pusztában, és legyőzte Sátánt. És mit jelentett Dávid esetében az, hogy legyőzte Góliátot? Azt jelentette, hogy az egész nép nevében győzött, mert ugye kiállította két embert, ahogy ez a birok, vagy ez a párbaj sikerül, az szerint lesz, utána el is futottak a filiszteusok. Amikor Jézus győzött a pusztában a másik óriás ellen, Sátán ellen, akkor helyettünk, érettünk győzött, akkor legyőzte Sátán. Tehát nyilván utána még próbálkozott, és aztán végső küzdelem ugye a kereszten történt, és ez így megtörtént. Dávid annyira szerette az ő lázadó fiát, nagyon nehéz felfognunk nekünk ezt, hogy hogyan érzett ő Absalommal kapcsolatosan. Azt mondta, hogy mehettek, de a fiamat kíméljétek meg. Nehéz felfogni, hogy életére tör, meggyalázza a feleségeit, mindent elkövet, és nem először, ez már folyamatosan történik. És Dávid még mindig azt mondja, fiamat kíméljétek meg. Amikor végül meghozzák a hírt, hogy ugye meghalt, leszúrták, hogy felakadt a hajánál a fába, és akkor kiszaladt alóla a lova, elkezdte síratni, és azt mondja, bárcsak én haltam volna meg. Milyen fájdalom volt benne. Mire emlékeztet bennünket? Ez egy hihetetlen együttérzésre, ahogy Jézus nem akarná, hogy a bűnösök elvesszenek. Mindent megtett, és biztos vagyok benne, hogy Sátánért is, vagy Luciferért annak idején mindent megtett. De nyilván nem tehet mást, ez a bűnnek a következménye. De nem valamiféle érzelmi haragot kell látnunk benne, hanem egy szeretetet, egy sajnálatot, egy együttérzést. Dávid milyen csodálatosan mutatja be ezt. Volt Dávidnak egy bizalmas, nagyon bizalmas barátja. Úgy hívták ezt a barátot, hogy Ahitófel. Egy kiváló tanácsadó volt, de úgy gondolta, hogy taktikai okokból minden bizonnyal eljött egy pont, amikor ő átpártolt Absalomhoz. És ugye Dávid tudta azt, hogy ez egy nagyon-nagyon bölcs ember, és hogyha Ahitófel fog Absalomnak tanácsokat adni, akkor neki nem lesz esélye. Ezért azt olvassuk, hogy Husajt elküldte, hogy menjen oda, és akkor próbálja mindig ellentmondani Ahitófelnek, és akkor hát, ha sikerül majd olyan megzavarni
Absalont, vagy olyan tanácsot fogad el, ami nem lesz olyan veszélyes Dávidra nézve. És aztán mi is történt? Az történt, hogy végül is Absalon a saját vesztére nem Ahitófel tanácsát fogadta el, hanem a másik Kusajnak a tanácsát. És mit csinált utána, mikor nem fogadta el, látta, hogy Absalon nem fogadja a tanácsát? Hogy? Nem. Hanem elment, elrendezte a házát, és felakasztotta magát. És akkor van egy zsoltár, ami arról szól, Dávidnak erről a tapasztalatáról szól. És azt mondja Dávid, hogy aki az én kenyeremet eszi, a fő tanácsadója van, Ahitófelről mondja ezt, az emelte fel ellenem a sarkát. És Jézus használja ezt a zsoltárt, és azt mondja, hogy ez most ugyanez velem megtörténik, hogy az, aki velem együtt eszi a kenyeret, az felemeli a sarkát ellenem. Az elmegy az ellenség oldalára, és elárul engem. És aztán, amikor kiderül, hogy nem sikerült jó munkát végeznie, mit csinált Júdás? Elment és felakasztotta magát. Annyira apró részletekben látjuk azt, hogy Jézus újra éli Dávidnak a történetét. Ő, mondhatnánk így, a második Dávid. Tehát mindent, amit Dávid keresztül ment, amit megél Dávid, azt végigélte. Képes valaki arra, hogy már eddig csak hármat említettem, de a Ószövetségben még sokkal több ilyen ember találnánk, és ez lesz a házi feladat, hogy most már legyen miért kutatni a Bibliát, mert Jeremiás, József. Tehát vannak olyan szereplők, akik nagyon-nagyon csodálatos párhuzamokat találunk meg, hogy Jézus újra élte ezeknek az embereknek az életét és tapasztalatát. Aztán még egy kicsit tovább megyünk, akkor ugye Jézusnak, Dávid fiának az élete, a Salamon életével is bizonyos pontokon párhuzamos. Például Jézus egy alkalommal azt mondja egy nagyon egyértelmű kijelentésben, hogy Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő eljött a föld végső határairól, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, ám de itt nagyobb van Salamonnál. Megint látjuk azt, hogy az előkép fölülmúlja, illetve a kép felülmúlja az előképet. Salamonnak a neve azt jelenti, hogy béke fia, vagy nem tudom, béke mindenképpen benne van, mert a Sálom szó ugye Jeruzsálem nevében is benne van, és Jézus a békesség fejedelme. Ugye úgy is ismerjük az egyik neve Jézusnak, ahogy az ószövetségi prófécia is beszél erről, a békességnek a fejedelme. És azt is ismerjük, hogy gyakorlatilag Salamonnak az időszaka volt a béke korszaka. Semmilyen háborúról, jólétről olvasunk, nyilvánvalóan volt Salamonnak árnyoldala, de hogyha egy a nemzet oldalában nézzük, akkor az volt a magaslati pontja gyakorlatilag. És ami még igaz volt, és legfőképpen szinte egyedül Salamonra volt igaz, azt, hogy ő a királyok királya volt. Miért? Azért, mert Salamon idejében Moab, Ammon, Edom, Filisztea, Szíria, az mind-mind külön királyságok voltak, de mind a vazallusai voltak Izraelnek. És így Salamon nem csak a népnek a királya volt, hanem a királyoknak a királya is volt. És ki a királyoknak a királya? Az új szövetségben Jézus Krisztus. Amikor építette Salamon a templomot, akkor azt olvassuk a Királyok első könyve 6. részében, hogy volt egy olyan momentum ebbe a templom építésben, nagyon-nagyon különös volt. Az, hogy a templom köveit azt egy megfelelő terv alapján a bányában kellett kifaragni, és odaszállították, és csendbe összerakták a templomot. Tehát ott nem hallatszott kopogás, kopácsolás, semmi. Ugye Péter levelében, amikor olvasunk ott a második fejezetben, első levél második fejezetében a
nemrég tanultuk, hogy választott nemzetség is van, de mint élőkövek épüljetek be, akkor gyakorlatilag a Salamoni templom építésének a képéről beszél, ahogy Krisztus gyakorlatilag csendben elindította az ő egyházának a felépítését. Mert nem látványosan indult, ma már látványos, nyilván meg szeretünk dicsekedni vele, hogy milyen látványos, de ugye Jézus eleve a példázataiban is arról beszélt, hogy a kicsi kezdetből lesz a valami. Tehát ott volt ez. Tovább lehetne sorolni a példákat. Itt is valószínű, hogy érdemes kis házi feladatot végezni, de még van nekem egy negyedik példám, ez pedig Elizeusnak a példája. Az Újszövetség úgy látja Jézus Krisztust, mint aki Illésnek, a nagy prófétának az utódja, vagy az utódjának a megtestesítője Elizeus. Egyébként nagyon érdekes tanulmány lenne, hogyha Illés Elizeust összehasonlítanánk egy kicsit, meg az ő életüket, hogy hogyan folytatták a szolgálatot, vagy hogyan adták át a stafétát. Egyébként a nevük, Jézusnak a neve azt jelenti, hogy Jahve az üdvözítőm, Joshua, ugye az eredeti formája, Elizeus neve pedig Isten az üdvözítő. Tehát rokonságban van egyáltalán, csak más Isten nevet használ az egyiknél, illetve a másiknál. De részletekbe menők a részletek, illetve a párhuzamok itt is. Hol kezdte a szolgálatát Elizeus? Miután Illés elragadtatott. Az a palástra emlékszünk, ami leesett. Hol volt az? Jordán folyónál. Jordán folyónál ugye a rossz oldalon találta magát, mert átmentek a folyón, és ott elragadtatott. Tőle Illés, csak szerencsére leesett a palástra, és azzal kezdődött, hogy neki ugye vissza kellett menni, és ugye kipróbálta, hogy nála is működik ez, hogy szétváljon. Tehát a Jordán folyónál. És Jézus Krisztus hol kezdte meg a nyilván szolgálatát? Amikor Keresztül János megkeresztelte őt, és átadta neki a stafétát, mondhatnánk. Tehát ott van ez a párhuzam mindenféleképpen. Ki volt Keresztelő János egyébként? Kérdezgették, hogy ki Keresztelő János? Jézus egy alkalommal azt mondja, és ha akarjátok, fogadjátok el, ő Illés, aki eljövendő volt. Nyilván nem fizikailag szó szerint értelmezi ezt, de az útkészítő volt Illés is Elizeusnak, mert Illés sok baj körül volt, Elizeus már a békesség profétája volt. Ugyanezt a párhuzamot látjuk, ahogy Keresztelő Jánost váltja Jézus Krisztus. Ha megnézzük a személyiségüket, Illés és Keresztelő János aszkéták voltak. Egyforma dörgedelmes proféták, szörcsúába, bőrövvel, természetes körülmények között éltek, ettek, félelmetesek lehettek, ilyen remeti típusú emberek voltak. Elizeus egy városlakó, ott ülnek a király főemberei, tanácsot kérnek tőle, ide megy, oda megy, teljesen egy másfajta ember volt. Egyébként régebben prédikáltam erről, hogy mennyire párhuzamos ez Jézussal, és hogy hogy vádolták Jézust, amiért nem olyan volt, mint Keresztelő János. Pontosan ugyanaz a különbség itt is, mint ahogy Illés és Elizeus között. De aztán megyünk tovább a párhuzamokkal, akkor azzal is találkozunk, hogy ha János evangéliumának a csodáit, amiről ugye Mózes vagy az egyiptomi csapások kapcsán is beszéltem, felidézzük, ugye említettem, hogy 7 jel van a János evangéliumában, ami Jézus messiási voltát próbálja bizonyítani. Azzal találkozunk, hogy bizonyos párhuzamokat találunk itt is. Elizeusnak az első csodája az volt, hogy egy szennyes vizet megtisztított. Ugye amikor sót dobott bele, ugye a Jerikói forrásról van szó,
És hogyan történt ez? Aztán második csoda az volt, hogy egy fű egészségét helyreállította. Jézusnál hogyan találjuk? Ugye az első csodája az volt, hogy a vizet borrá változtatta. Itt megint a vízzel kapcsolatosan van egy csoda. Aztán olvasunk egy történetet Elizeussal kapcsolatban, Gilgálban. Ez a negyedik fejezet vége fele van a Királyok második könyvében, amikor ugye éhség volt, ott van szó ugyanarról a tökfőzelékről is, amit nem mindannyiunknak a kedvence, főleg a keserű, viszont ott van egy kenyérszaporítási csoda, nem? Hogy hozott valaki, ugye aztán Baál sálisából való ember, ott bizonyos pogácsákat, meg miket, és aztán azt mondta, hogy add oda a szolgának, mondta, hogy osz szét a proféta fia között. És azt mondta, hogy hát ez túl kevés ahhoz, hogy szétosszam. Azt mondja, adjad nekik, és aztán adott nekik, és mindenkinek jutott, meg még maradt is. Ugyanaz. Aztán csak a végére ugrok, mert sok mindent mondhatnánk még. Mi történt Elizeus halála után? Van egy nagyon érdekes történet. Valakit eltemettek, mert gyorsan kellett temetni, mert jöttek a terroristák, és gyorsan el kellett temetni, és oda tették Elizeus csontja mellé, és feltámadt. Amikor Jézus meghalt, akkor történt valami hasonló? Többen föltámadtak. Tehát azt mondhatjuk, hogy Jézus Elizeusnak az életét is újraélte. Nem volt soha senki ezen a földön, aki másnak az életét is végigélte volna. Van úgy, hogy utánzunk embereket, de ilyenre nem képes senki. Hogy én csak ma délután ezt a négyet említettem, de még másik több tucatot említhetnénk az Ószövetségből, és aztán elárulok egy titkot. Azt, hogy Jézus az én életemet is újraélte. Még meg sem születtem, és a te életedet is újraélte. És ahol te elbuktál, és ahol én elbuktam, ott Jézus Krisztus nem bukott el. És ő egyszerűen kicseréli az én múltamat, és egy új múltat ad. Ez olyan, mint amikor van egy ilyen tanúvédelmi program, hogy valakinek az életét az menti meg, hogy kap egy új személyazonosságot. Van, amikor lehet, hogy egy kis plasztikai műtétre is szükség van, de amikor kérdezik tőle, hogy hol születtél, ki volt az apád, az anyád, akkor be kell neki tanulni valami teljesen mást. Egy új személyazonossága lesz, új igazolványokat kap, mindent. És ez az, ami megmenti őt. Mert ha a régi ember lenne, akkor halálra ítélt ember. És ez pontosan így van velünk is, nem? Van egy új személyiségünk, egy személy azonosságunk. Én nem a bukott Ádámnak a leszármazottja vagyok. Nem tudom, hogy ti, vagy van-e itt valaki, aki Ádám leszármazottja. Én nem vagyok Ádám leszármazottja. Én a második Ádámnak a leszármazottja vagyok. A győztes Ádámnak a leszármazottja vagyok. És ez a záloga az én üdvösségemnek. Ha az első Ádámnak a leszármazottja vagyok, akkor az első Ádám sorsa az enyém, a kározat. Ha a második Ádámnak a leszármazottja vagyok, akkor a második Ádámnak a sorsa az enyém, az örök élet. Milyen csodálatos a Biblia, ugye? Hogy amikor elkezdjük egy kicsit mélyebben kutatni, akkor rájövünk arra, hogy Isten minden módon próbál elérni bennünket, és minden módon próbálja megértetni velünk azt, hogy itt nem egy meséről van szó, hanem egy valóságos dologról van szó, hogy Jézus valóban képes volt arra, hogy újra élje mindannyiunknak az életét, és ez az, amiért nekünk reménységünk lehet. Nem csak egy új jövőnk lesz, amit politikusok is ígérhetnek nekünk, hogy milyen csodálatos lesz a jövőnk, de egy új múltunk is van, és ez az igazi garancia, hogy tényleg lesz új jövőnk. Mert ha új múltunk nem lenne,
akkor sohasem lenne új jövőnk, mert akkor kározatra méltók vagyunk. De mivel van egy új múltunk, ezért te egy csodálatos új jövőnk van. Én azért imádkozom, hogy bár Isten lelke készítetne bennünket arra, hogy mélyedjünk el a Biblia kutatásában, és legyenek felfedezéseink. Ne csak azt ismételgessük, amit már mindig is tudtunk, hanem próbáljunk elmélyedni, mert ez megújítja a hitünket, ez igazi lelki reformációt indít el a mi életünkben, és Isten csodálatosan fel tud bennünket használni arra, hogy megújítsa az ő egyházát, az ő népét, és végül felkészítse ezt a világot Jézus eljövetelére. Isten áldjon meg bennünket ebben az ő kegyelme által. Amen.